Szép estét, köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Solt Vadkerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával, ahol a következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban. Mai műsorunk témái a következők. Hetedik alkalommal szervezték meg a Márton napi újbor ünnepet. Női kézilabdázóink kiütéses győzelmet arattak a Kis Pumajsa ellen. Hetedik alkalommal szervezték meg városunkban a Márton napi újbor ünnepet. A Duna borrégió és más vidékek, borvidékek borászai gyűltek össze a rendezvényen, hiszen ebben az időszakban már érdemes megkóstolni az idei szőlőből készült friss fehér és rozé borokat. A 170 vendég számára rendezett fórum az ízlelés mellett jó alkalom volt arra is, hogy az idei év eredményét összegezzék. Engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsek mindenkit a mai programunk alkalmával, miután már a hetedik Márton napi újbor ünnepét üljük a mai nap. Én úgy érzem, hogy amikor ez az egész programot elindítottuk, akkor nagyon nagy öröm volt számomra, hogy itt a szakmán kívül a egyéb szervezetek is mögénk álltak, és ők is úgy érezték, hogy ennek a programnak óriási jelentősége van szakmai szempontból, de emberi szempontból is, hisz egy olyan találkozási pont lehet ez, ami azt hiszem mindenkinek fontos, ilyenkor már november újborünnep, ilyenkor egy kicsit úgy megpihenve visszagondolunk az évjáratra, és hát természetesen egy picit megkóstoljuk azokat az újborokat, amelyek még nagyon sok változáson mehetnek köröztül. Én nagyon szépen köszönöm azoknak a szervezeteknek, akik ezt a mai rendezvényt támogatták. Külön köszönöm azt, hogy a szakmai szervezetek mindig mögénk állnak. És engedjétek meg, hogy akkor elsősorban köszönjem meg azt, hogy a Földművelési Minisztérium részéről ismételten Szerván György államtitkár úr elfogadta a meghívásunkat, és az elmúlt évhez hasonlóan vállalta azt a nem egyszerű szerepet, hogy ma itt nekünk egy olyan tájékoztatást ad, hogy egyáltalán az egész mezőgazdaság egy ilyen évértékelőnek tituláltam ezt a kis témát, amiben egy visszatekintés lenne ebbe az évben, és a kis előtekintés majd a következő évre. De mint az egész programunkat elkezdenénk, akkor hát engedjétek meg, hogy a Lehocki Ferenc polgármester úrnak hadd adjam át mindenkinek az üdvözletét, mert sajnos ő nem lehet közöttünk egy sajnálatos műtéten esett túl, de hát ő, ahogy szokta ilyenkor köszönteni a megjelenteket, hogy az Ezergyó főváros és a Fagylat fővárosában vagyunk ma, és ez egy nagy megtiszteltetés. De miután nincs itt ma, ezért megkérném Font Sándor urat, a országgyűlési képviselőt, a Parlament Mezőgazdaság Bizottság elnökét, hogy egy pár szóval akkor ő köszöntse a megjelenteket, illetve akkor neki adnám azt a szerepet, hogy akkor egy ilyen kis ünnepi megnyitót is tartson. Köszönöm szépen, köszöntöm Ferenc Vilmos főszervezőnket, mesteratyánkat, akinek elsősorban köszönhetjük, hogy hetedik alkalommal vagyunk itt, és természetesen köszöntöm én is képviselőtársamat, államtitkár urat, Szerván Györgyöt, és köszöntöm természetesen itt Frittmann Jánost, hegyközségi országos alelnökünk, a kunsági borvidék elnökét, és helybeni hegyközségi elnökünket, és évborásza, és év pincészete díj, ha jól emlékszem, épp az idén nyáron elnyert újabb díjra, és köszöntöm mindazokat, akik hűségesen elszoktak ide látogatni hozzánk visszatérőként, sok ismerős arc nekünk, nekem, és köszöntöm még a média képviselőit, akiket látok szép számban lefedve a megye különféle régiós és megyei szintű portáljait, hírportáljait. Igen, Lehocki Ferenc polgármester úr nevébe engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket. Egy sajnálatos, de sikeres apró műtéten van túl polgármester úr, tehát ennek azért örömteli hangot adjunk. Ma már itthon van, ez az igazság, de a könnyű lábadozás időszakában van. Hetedik alkalom, mondhatjuk most már, hogy mustra, köszönhetjük ezt persze Szerván György folyamatos magas szintű előadásának, és én tudom, hogy most is államtitkár úr erre készül, és örülök neki, hogy talán aki figyeli az országos médiát,
Természetesen évközben kapunk híreket a mezőgazdaság aktuális helyzetéről, de speciálisan a szőlőbor helyzetéről nem, mert még nem vagyunk abban a fázisban, és most vagyunk talán olyan helyzetben, hogy államtitkár úr már erről a területről is tud nekünk információt mondani. Engedjék meg, hogy magam területéről, amit Ferenc Vilmos itt megemlített, a bizottság elnök, de egyben a szőlőbor pálinka albizottságának is az elnökeként, hogy néhány gondolatot hadd mondjak éves munkánkról, előttünk álló feladatokról, amit olykor a kívülállók nem is annyira látnak, bár a borászati szaklapok egyes felületein folyamatosan próbálunk tudósítani az albizottságunk munkájáról. Még talán soha nem üléseztünk annyit, mint ebben az évben, és még egy ülésünk várhatóan hátra is van. Elég izgalmas év volt. Esetleg a szakmai közvélekedés előtt ismert, hogy egy jövedéki törvény teljes újra fogalmazására kerül sor hamarosan. Ebben mint érintett szereplők, mind a bor, mind a pálinka részéről a minisztérium államtitkárságával őket meghívva folytattunk konzultációt, és próbáltuk a szakmai közvélekedés, a albizottságon jelenlévő szakmai szervezetek képviselőinek, egykőségi vezetők indítványainak, javaslatainak a befogadását továbbítani a kormány felé, hogy ne utólag kelljen javítgatni, magyarázkodni. Megjegyzem, hogy erre nagy a fogadókészség a szakma felől jövő javaslatok tekintetében. Úgy tűnik, hogy egy jelentős változás érheti majd a szőlészborász társadalmat, ezen belül főleg aki borász, tehát bort is készít. Úgy tűnik, hogy elfogadásra kerül az osztrák-olasz minta alapján, hogy akik 1000 hektoliter alatt állítanak elő egy évben bort, ott jelentős adminisztrációs és felügyeleti könnyítések kerülnek majd az új jövedéki rendszerbe beiktatásra. Ettől nagyon sokat várunk, közismert, hogy az adminisztratív túlterhelést jelzi minden kollega, és Nyugat-Európában ezt már megoldották, hogy a családi mikrokörnyezetben gazdálkodóknál egy egészen egyszerű könyvvezetést elégségesnek lát az ottani hatóság, és ezt próbáljuk beemelni majd a magyar rendszerbe is. Izgalmas volt az EKR bevezetése, első piaci évünk volt, amikor ennek az új rendszernek a gyümölcstermesztők is alanyaivá váltak. Ugye január-februártól minden áruszállítmányozás, csak akkor még nincs gyümölcs, és tudtuk, hogy őszre tisztázni kell, hogy a telek, parcella, ültetvény szélétől való szállítmányozás megindulása milyen kötelezettséget ról gazdálkodókra, szállítmányozókra, vevőkre. Ezért több fordulóban tárgyaltunk az EKR-t felügyelő nemzetgazdasági minisztériummal. Itt kikerült egy veszélyeztetett, vagy egy nagyon ellenőrzött kategóriából a szőlő, és tudom, hogy a szállítmányozók még mindig azt mondják, hogy ennél is lehetne egyszerűbb, de külön a szőlőre nem lehet egységes külön szabályzást az EKR-en belül, viszont nincs benne a leginkább ellenőrzött termékek, egy egyszerűsített termék szállítmányozási rendszerbe sikerült júliusba bevinnünk a szőlőt, úgyhogy ez azt jelentette, hogy csak a nagyüzemi szállítmányozó vállalatokkal külön szállítató cégeknek, vállalkozásoknak kellett az EKR rendszerébe igazából bejelentkezni. Ezt gondolom érzékelték, hogy a klasszikus gazdálkodó, lassú járművel szállító személynek nem volt semmilyen feladata az EKR rendszerbe, pedig közismert, hogy minden áru mozgást az EKR rendszerbe be kell jelenteni. Ennek elég komoly vállalkozásokat és fekete piaci környezetet tisztító hatása lett, a napokban éppen államtitkárság nyilatkozott erről, hogy jelentős újólagos adóbevételt látnak az EKR és az online pénztárgépek most már tartós működésének. A napjaink egyik izgalmas feladata, már benne vagyunk, az egyik az az AKG, Agrár Környezetgazdálkodási Pályázat megindulása. Ebben azt hiszem ma van az első nap éppen, amikor a bejelentést meg lehet tenni, ha jól emlékszem, és még egy hónap áll rendelkezésre a gazdálkodóknak.
Mi itt a Bács-Kiskun megye közepén, de magára Bács-Kiskun megyére is nyugodtan mondhatjuk, hogy az messze az országos átlag fölött jelentkeztünk már be a 2004-es és a 2009-es AKG-ba. Tehát az itteni gazdálkodók megértették, hogy mi az, hogy környezetbarátabb rendszerben próbáljuk meg gazdálkodni, de megértették a hozzákapcsolódó támogatás nagyságrendjét is, ezt is tegyük hozzá őszintén, sőt annak hiányát is, amikor most másfél évig nem volt óriási igény mutatkozott meg a gazdálkodók részéről. Jelzem, hogy az a pénzösszeg, amit az Európa Unió 2014-2020-as időszakra Magyarország számára rendelkezésre bocsájtott, ez az összeg felhasználásra kerül, annak ellenére, hogy egy év kiesett, de a maradék években az összes felhasználásra kerül. Magyarul ez lehet, hogy gazdálkodónként egy nagyobb összeget jelent, vagy szélesebb gazdarétekhez kerülhet a felkínált, nagyobb számú gazdarétekhez kerülhet a felkínált rendelkezésre álló környezetgazdálkodási pénzforrás. Hadd jegyezzek meg, két hete küzdök egy nagyon speciális számmal, és aki még nincs ezen túl, legyen szíves, figyeljen oda, mondhatnám, hogy szolgálati közlemény. Közismert, hogy most már csak úgy adhatunk be pályázatot, hogy már a pontos kimért területadatoknak rendelkezésre kell állni a beadás pillanatában. Eddig ez nem így volt, utólag lehetett a GPS-es kimérést megtenni. Most már rendelkezésre kell állni. De nagyon figyeljenek oda a gazdatársak, hogy a most kimért adat az nem lehet nagyobb, a mostani állásfoglalás szerint egy négyzetméterre sem lehet nagyobb, állítják az NVH-ban, mint a földtulajdoni lapon a földhasználati jogosultságot mutató földhasználati lapon vagy földtulajdoni lapon. Tehát legyenek szívesek ott a mérő, földmérő mérnök kollégával addig dolgozni, amíg a földtulajdoni lap jelzett, vagy földhasználati lapon jelzett négyzetméter, vagy az alá esik a GPS-szel lemért földterület. Véleményünk szerint ez helytelen, véleményünk szerint 3%-os eltérést meg kellene engedni, mert ennyi bizonytalansága van a mérőműszereknek, de ezt az NVH és a Agrárkamara egyelőre nem így látja. Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkárnak már jeleztem, ő elindult ebben az irányban, hogy nehogy utólagos büntetéseket szabjanak ki egy vagy két év múlva, mikor összevetik a GPS-es mérés adatát a földtulajdoni lap mérési adattal. Tehát aki még előtte van ennek, az legyen szíves erre figyelni, földtulajdoni lap, földhasználatot igazoló okiratnál jelzett négyzetméternél nagyobbat ne mérjenek ki, ha nem muszáj, mert ott komoly gondok lehetnek ebből. A másik pedig, ami egy sajnálatos, ezt Solt-Vadkertet döntő mértékben érintő feladat előtt állunk még, ez a jégkár vagy természeti károk kárenyítési bejelentése. Hát közismert, hogy hallottuk, majd gondolom ezt államtitkár úr meg is erősíti, illetve a szakmai szervezetek, Nemzeti Tanács, Wittmann Jánosék már nyilatkoztak az országos adatokról, hogy egy tűrhető, kinek-kinek jó évet tudhatunk magunk mögött a szőlőgyümölcs területen, ezen belül a szőlészet borászat területén. De nem így a Solt-Vadkertiek, akik május 6-án este 8:45-kor, tehát akkor teljes sötét van május 6-án 8:45-kor este, óriási jégverést kaptunk. Itt aki 30-40-50%-os terméssel rendelkezett, az már most nagy gazda kategóriába került, mert annál csak nagyobb veszteséget tudunk felmutatni sokan. Tehát ez klasszikusan a nullától nulla szintig megy le a termés nagyság, azaz a veszteség nagysága 100%-ot is eléri egyes területeken. Ennek megfelelően viszont az általunk kidolgozott, és ennek államtitkár úr egyik vezetője volt, és szerintem a rendszer jó, a kárenyítési rendszer, amely most sajnos nálunk is majd megmutatja magát, hogy hogyan is működik. Erre legyenek szívesek felkészülni, falugazdásznál érdeklődni, az ukászokat megkapták a falugazdászok. Rögzítő felületen van egy kis vitánk, ezt majd jelzem államtitkár úrnak személyesen, hogy jól értjük-e, de hamarosan megnyílik, és legyünk szívesek, akinek a veszteséget, hát időben először be kellett ugye jelenteni tavasszal a veszteséget, kár eseményt, ugye? Remélem ezt megtette mindenki, akit ilyen kár ért, mert ők már, aki nem tette meg, az most nem lehet alanya, de aki ezt megtette,
az most hamarosan keresse fel a falugazdást, és a referenciahozamok majd közreadása után elindulhat a számvetés, hogy kit mekkora veszteségért. Sajnos itt lesznek Soltvadkerten ebben az évben sajnos alanyai ennek a rendszernek. Én ennyit szerettem volna elmondani, és elnézést, hogy egy kicsit belementem a szakmai, hétköznapi életbe, és még egyszer hadd térjek vissza, nagyon köszönjük, hogy a jelenlévők újra fontosnak találták, hogy ezt az éves számvetést, amit mi itt a mártonnapi újbor ünneplése, örömteli megjelenése környezetén szoktunk megtartani, újra eljöttek, velünk értékelik együtt ezt az évet, és utána velünk ünnepelnek majd, kóstolgatnak, bírálnak, kifogásolnak, gratulálnak, szóval ami kell ilyenkor egy újbornak, és hát végül az a liba, az ma nem örül az a liba, amelyik majd a terítékre kerül, de mi köszönjük a háttérszolgálatot mindazoknak, akik majd itt ezt a örömteli élvezetet majd biztosítják a számunkra is. Köszönöm szépen a figyelmüket! A megyei első osztályban szereplő női kézilabdázóink kiütéses győzelmet arattak a kiskunmajsai KC csapata ellen. A lányok jó formában álltak ki a cseppet sem könnyű ellenfélnek ígérkező Kiskunmajsa ellen. Először is gratulálok a győzelemhez, újabb siker, és nagy részed volt ebben. Hogyan élted meg a kapuból ezt a találkozót, hiszen több bravúrt bemutattál? Köszönjük szépen! Hát igazándiból nagyon jól esett most ez, hogy végre formába lendültem, mert úgy éreztem, hogy a bajnokság kezdetekor azért nem egy olyan formával indítottam, amilyennel szerettem volna. Azért már a két héttel ezelőtti itthoni mérkőzésünkön is talán egy picit jobb formában védtem. Úgyhogy örültem neki, és vártam a mai napot, reméltem, hogy így folytatódik, és hát hála Istennek így is sikerült. Mire számítottál a mai találkozón? Hogyan készültetek taktikában, esetleg koncentrációban a mérkőzésre? Nagyon készültünk a Majsára, mert ismerik őket már korábbi évekből, és tudjuk, hogy egy elég agresszíven támadó és védekező csapat. Úgyhogy igazából erre is számítottunk. Tudtuk azt, hogy azért elég jól ki tudnak olyan helyzeteket alakítani, ami kétesélyes, hogy a bíró hogyan fújja meg, tehát ilyen kiállítás, 7 méteres 2 perc, ezekre elég jól felkészültünk, hogy ilyen kétesélyes helyzeteket nagyon ne tudjunk nekik adni, illetve hát a gyors támadást szerettük volna. Gyors lerohanásokat, ami nagyon nem sikerült, az indítások, gyors letámadások, mert nagyon szépen visszafutottak, visszarendeződtek, úgyhogy ez sajnos nem sikerült, így a felállt fal ellen egy picit nehezebben tudtunk érvényesülni. A találkozó elején 2 hétméterest is védtél, ez egy kicsit szerintem sok volt az ellenfele. Ilyenkor mire figyelsz oda, hogyan tudsz koncentrálni egy lövésre? Hát a 7 méteres az igazából fele szerencse, fele figyelem. Az első 7 méterest azt én úgy éreztem, hogy nagyon nem oda szerette volna lőni, ahova lőtte, tehát azt igazából művészetet volna beengedni. Utána tulajdonképpen igazából érzi az ember az előző lövésekből, mind átlövésből, mind betörés lövésekből, tudja az ember, hogy mit tud az a játékos, hova lő, és ebből azért elég jó ki lehet ezt sakkozni, hogy hova várható egy-egy 7 méteres. Mennyire tudtok összedolgozni a lövéseknél, amikor támad az ellenfél, mert azért az látszott, hogy ott is néhány jó nagy bravúrt bemutattál, amikor ellőtték akár távolról, szögből, éles helyzetből, lábbal, kézzel, valahogy mindig hoztál egy-egy bravúrt. Nagyon jól együtt tudunk működni, hála Istennek a csapattal, a védelemmel. Nagyon sokat beszélünk, segítünk egymásnak védekezésben, és úgy gondolom, hogy ez nekik is, és nekem is nagyon hasznos. Illetve hát ezek a lesáncolások, amik nagyon sokszor beválnak, hát nekem az nagyon nagy segítség. A szélső védőink is úgy gondolom, hogy most elég jó formát hoztak. Nem nagyon hagyták, hogy ilyen 7 métereseket kapjunk, illetve 2 perceket szélről. Úgyhogy szerintem elég jól teljesített most a védelem. Jön egy rangadó a Bácsbokod ellen, ha jól tudom, ők vezetik most a bajnoki tabellát. Mire számítasz, hogyan készültök? Hát én egy nagyon nehéz mérkőzésre készülök, illetve egy olyan mérkőzésre, ahol nem nagyon engedhetünk majd meg magunknak olyan hullámvölgyeket, amik azért a mai mérkőzésen is előfordultak.
Tehát jó, a végére azért elég nagy gólkülönbséggel tudtunk győzni, de úgy gondolom, hogy ezt semmiféleképpen nem engedhetjük meg magunkat a jövő, magunknak a jövő hétvégén. Hát jövő héten nagyon kemény edzésekre számítok, de szerintem ez kelleni is fog, illetve úgy gondolom, hogy egy nagyon összeszedett csapatnak kell majd jövő hét szombaton kiállni a pályára, hogy győzni tudjunk. Mire számít, az bravúrt tudtak végrehajtani idegenben? Nagyon szeretnénk, úgy gondolom, hogy az akarással nem lesz probléma, úgyhogy nagyon szurkoljanak nekünk a vadkertiek. Gratulálok a győzelemhez. Egy picit térjünk vissza az előző mérkőzésekre is, így a bajnokság első félidejének fele körülbelül elment. Tudnál-e mérleget vonni így a néhány találkozó ismeretében, tapasztalatában? Igazából csak pozitívokat tudok mondani, mivel az állás szerint másodikak vagyunk. A halasi döntetlen miatt vagyunk lemaradva egy ponttal a Bázsbokottól, úgyhogy jövő héten elég nagy rangadóra számítok, mert ugyebár oda fogunk menni, Bázsbokodra, ellenük játszunk, de nagyon pozitívan vagyok a csapattal. Örülök, hogy sikerült eddig szinte minden meccset megnyerni. A játékosokkal hogyan tudtak készülni, mennyire jó az edzésre járás, mit tudnak megvalósítani a pályán abból, amit a kezdetektől elképzeltél? Igazából most az két hét szünetünk volt ezelőtt a meccs előtt, és hosszú hétvégék, stb. És ugye a pénteki edzések elég fokiasak voltak ezáltal, de edzettünk attól függetlenül, és készültünk ezekre a meccsekre, amik még hátra vannak. A mai ellenfelet feltérképeztettek-e korábban? Ismerted-e, hogy milyen játékstílusok van? Készültetek-e valami különleges taktikával? Hát voltunk nyáron felkészülési tornán Majsán, csak úgy alakult, hogy velük nem tudtunk edzőmeccset játszani. Úgyhogy én igazából nem ismertem őket. Egy játékost ismertem a csapatból, aki csapattársam volt még Szegeden Kiskundorozsmán. De a játékosok segítettek ebbe, hogy kire kell még odafigyelni. Természetesen néztem a góllévő listát, hogy a Kiskunmajsából kik azok a játékosok, akik lövik a gólokat, és igazából rájuk készültünk főleg. Mit gondoltál, amikor az első fél elején 5-0-ra vezetett a csapat? Nagyon boldog voltam. Gondoltad, hogy a végén ilyen sokkal nyertek? Nem gondoltam volna, hogy az elején azt mondják, hogy nyerünk több mint 10 góllal. Nem gondoltam volna, hogy sokkal szorosabb meccsre számítottam. De igazából ennek sokkal jobban örülök, hogy ennyivel nyertünk, hogy nem volt annyira izgalmas számomra ez a mérkőzés. Voltak-e fordulópontok, te mint edző, hogyan értékelnéd a találkozót, az első fél időt, illetve külön a második játékrészt? Az első fél időben a támadó játékunkat emelném ki, ami nagyon, nagyon jó volt. A védekezésünk pedig a második fél időre javult föl, és így egalizálódott igazából a támadó játékunk, az szerintem végig nagyon jó volt. Kapus teljesítményünk is nagyon jó volt. Ivett is, Vivian is tudott hozzátenni a győzelemhez, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok. Azt hiszem, azt is meg kell említeni, hogy a kispadról szinte minden játékosnak játék lehetőséget tudtál adni. Fontos ez egy csapat egység, egy jó közösség kialakításában? Persze, szerintem nagyon fontos, hogy mindenki játék lehetőséget kapjon. Természetesen ezért járnak edzésre, és hogyha ők is megérték, hogyha szorosabb a meccs, akkor persze nem tudok mindenkit játszatni, de hogyha több góllal vezetünk, akkor mindenkinek próbálok játék lehetőséget adni, ami most meg is történt. Több hete, már hónapok óta együtt dolgoztok. Kialakult-e az a kemény mag, az a meghatározó játékos keret, állomány, ami úgy a fejedbe összeállt, hogy na, ezekkel a játékosokkal akár a legjobbakat is el tudjuk verni? Hát igazából én ezt az egész csapatot mondanám. Mindenki ügyes, nagyon odafigyelnek igazából edzéseken is, amit én kérek, elvárok tőlük, azt ők látom rajtuk, hogy akarják, próbálják teljesíteni, úgyhogy én nagyon örülök ennek. A bajnoki szezon kezdet előtt még arról beszélgettünk, hogy nem tudod, hogy mire lesz képes a csapat. Önmagadat se tudod hova tenni, ugye még friss edzőként. Így néhány találkozó távlatában, most már gondolom azért tisztult a kép. Hogyan látod az esélyeket a további mérkőzésekre, illetve a helyezések tekintetében? Hát én meg szeretném nyerni a bajnokságot, hogyha ezzel nem árulok el nagy titkot szerintem, de én meg szeretném nyerni.
és remélem a csapatom is. És bácsbokodom, mire számíthatnak a szurkolók, illetve a csapat, mit vársz el tőlük a lányoktól? Hát én nagyon szeretném, hogyha Soltot Kertőről is elkísérnének minket bácsbokodra, mert ez elég szoros meccsre számítok, nagyon szükségünk lenne a szurkolásra, úgyhogy most így tévén keresztül is szeretnék minden nézőt megkérni arra, hogyha teheti, akkor jöjjön el bácsbokodra szurkolni nekünk, és nyerni szeretnénk természetesen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben jövő héten kedden este 7 órakor láthatják. Tartsanak velünk akkor is, illetve tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.